Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt héten rendezték az ország legnagyobb szabadtéri agrárszakmai kiállítását. 400 ezer négyzetméteren két napon át keresztül várta a látogatókat a Fejér megyei Mezőfalva melletti földeken. Az alkalmazkodás a kulcs szó a következő években a mezőgazdaságban is, mondta Áder János, köztársasági elnök. Az idei év tematikai egyébként a fenntartatóság volt. Erről készült a következő filmem, tartsanak velünk. Amikor a felkérést kaptam, akkor azt mondták a szervezők, hogy a mezőgazdaság és a fenntarthatóság kérdéseiről beszéljek röviden. Itt a rövidségen volt a hangsúly szerintem. Úgyhogy 5 perc áll rendelkezésemre. Hát, ha letelt az 5 perc, akkor valaki itt az első sorból kúrjancson, hogy és akkor vagy kérek még egy kis plusz időt, vagy gyorsan abba hagyom a mondókámat. Na tehát, klímaváltozás, a fenntarthatóság és mezőgazdaság. Megpróbálom rövid tételmondatokban elmondani azt, amit erről ebben az idő intervallumban érdemesnek tartok elmondani. 5 tétel lesz az alkalmazkodásról, a kulcs szó egyébként az alkalmazkodás lesz. Mert hogy a magyar gazdáknak bizony alkalmazkodniuk kell. Alkalmazkodniuk kell a világ demográfiai változásaihoz. Mert miközben Magyarországon kismértékben csökkent a népesség, és Európa is inkább a népesség hanyatlásával küszködik, addig a világ más részén népességrobbanásnak vagyunk szemtanúi. 2050-ig 2 milliárddal nő a föld népessége, ez annyi, a növekmény annyi, mint amennyi az emberi faj megjelenésétől az első világháború végéig tartó gyarapodása az emberiségnek. Mit jelent ez? A mezőgazdaság szempontjából is miért jelent ez kihívást? Mert egyre több embert, ráadásul egyre rosszabb minőségű talajon, most a világról beszélek, egyre kevesebb egyfőre eső vízből kell megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel ellátni a következő évtizedekben. Második állítás. Alkalmazkodnunk kell a világgazdasági folyamatokhoz. Valószínűleg önök is láthatták, néhány nappal ezelőtt jelent meg az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak az értékelése, ami számomra is meglepő új információt tartalmazott, miszerint a világon az elmúlt egy esztendőben 40%-kal emelkedett az élelmiszereknek az ára. Az elmúlt 10 évben erre nem volt példa. Magyarországon, hál' Istennek, ezt még nem érezzük, de hogy előbb vagy utóbb a mezőgazdasági termékek tekintetében ez az áremelkedés nálunk is érezhető lesz, az nagyon valószínű. Tehát alkalmazkodnunk kell a világgazdasági folyamatokhoz is. Harmadik. Alkalmazkodnunk kell az Európai Unió szabályozásaihoz, új szabályaihoz. Az Európai Bizottság egy esztendővel ezelőtt hozott egy döntést, ez egy stratégiai döntés volt, aminek a munka címe a farmtól az asztalig, vagy a másik fordításban a termelőtől a fogyasztóig. Egyelőre ezek még nem kötelező szabályok, ajánlások, de 2023-ig, és ez nincsen már nagyon messze, az Európai Bizottságnak az a szándéka, hogy kötelező irányelvet, jogszabályokat fog elfogadni. Mondok a stratégiai célok közül néhányat, csak ami önöket, a gazdákat mindenképpen érinteni fogja, hogyha az Európai Bizottság ezt elfogadja majd. 50%-kal szeretnék csökkenteni a növényvédő, a felhasznált növényvédőszereknek a mértékét. 20%-kal szeretnék csökkenteni az Európai Bizottság a műtrágya használatot úgy, hogy közben egyébként a talaj termőképessége ne változzon, ne romoljon. És 25%-kal szeretné növelni a biogazdálkodásba bevont területeknek a nagyságát. Ha mindenhez hozzávesszük azt, hogy ezen kívül vannak speciális klímacélok, hogy a mezőgazdasági kibocsátás, széndioxid kibocsátás, metán kibocsátás hogyan csökkenjen, akkor az jól látható,
hogy az Európai Unió változó szabályai is komoly kihívást jelentenek majd a magyar gazdáknak, bizony ezekhez az új szabályokhoz is alkalmazkodnunk kell. Ma még jól állunk egyébként a kibocsátás szempontjából, hiszen az Európai Uniónak a kötelező előírása egy 7%-os kibocsátás csökkentés, ami a mezőgazdaságot érinti, más iparágakról most nem beszélünk. Ezt most a magyar mezőgazdaság túlteljesíti, tehát mi az Európai Unió szabályai szempontjából köszönjük szépen, jól vagyunk. Negyedik tétel. Klímaváltozás és Kárpát-medence. Több tanulmány is napvilágot látott az elmúlt 10 évben, ami arról szólt, hogy a klímaváltozás hatásait itt a Kárpát-medencében előbb érezzük, és súlyosabb mértékű, mint Európa más régióiban. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon és a Kárpát-medencében szélsőségesebb lesz az időjárás, ugyancsak szélsőségesebb lesz a csapadékelosztás, ennek egyébként a jeleit már bőven láthatták az elmúlt esztendőkben is. Magasabb átlaghőmérséklettel kell majd számolnunk a következő években, még magasabbal, mint az elmúlt években, nőni fog a hőségnapok száma, és így tovább. Ez bizony kihívást jelent a gazdák számára, a magyar gazdák számára. Egy példát hadd mondjak önöknek, néhány évvel ezelőtt magyar borászokkal találkoztam, és arról beszéltünk, hogy a klímaváltozás milyen változást és milyen kihívást jelent a magyar borászoknak. És a tanulság, amit ott elemezgettünk, az a toszkanai borvidéket érintő változás. Toszkanában, akik borászkodásra esetleg foglalkoznak, önök közül bizonyára ezt tudják, egy olyan változás történt az elmúlt 20-25 évben, hogy lényegében azok a fajták, amikből korábban nagyon jó minőségű bort lehetett készíteni, ma már ugyanezt a minőséget nem tudják biztosítani. Annyival változott meg a klíma, annyival változtak meg a környezeti körülmények, hogyha a gazdáknak ott bizony ez komoly fejtörést, a bortermelőknek ez egy komoly fejtörést okoz. És hogyha el akarjuk kerülni, mert az okos ember ugyan más kárán tanul, hogyha el akarjuk kerülni, hogy mi hasonló helyzet bekerüljünk, akkor nekünk is, legalábbis a magyar borászoknak a következő 15-20-25 évben erre a helyzetre föl kell készülni. De a növénytermesztés más ágában dolgozóknak ugyanez a kihívás vár rájuk, tehát fajtanemesítés és művelési technológia váltás lesz az, amire bizony a következő évtizedekben a magyar gazdák rákényszerülnek, alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz. A ötödik tétel, alkalmazkodnunk kell a változó fogyasztói igényekhez. Az elmúlt években nem csak Magyarországon, nem csak a világban, hanem a világ más pontján is nőtt az életszínvonal, ez pedig azt jelenti, hogy jobb minőségű és igényesebb feldolgozott termékek iránt nőtt meg a kereslet. Akár kétszeres, háromszoros áron is el lehet ezeket a termékeket adni. Ez a magyar gazdák számára egyszerre lehetőség és egyszerre kihívás, hogy ezeket az igényeket kielégítsék, azaz alkalmazkodjanak a változó fogyasztói igényekhez. Mi az, amire építhetünk? Van jó minőségű vízünk, vannak jó termőföldjeink, van megfelelő tudományos hátterünk, és vannak olyan technológiák, hát ezeket láthatják majd, amikhez most már a magyar gazdák is hozzáférhetnek, olyan új technológiák. És nem utolsó sorban vannak szorgalmas, tanulékony és alkalmazkodni tudó gazdáink, akiknél nincsen hétvége, nincs ünnep, mert dolgozni kell. Tegnap katonákkal találkoztam Tatán, és a haderőfejlesztés keretében arról beszéltünk, hogy milyen új technikai eszközöket szerzett be a honvédség, és utána nyugodtan, vagy bátran mondhattam a sajtó munkatársainak, hogy a magyar emberek nyugodtan hajthatják álomra a fejüket, mert a magyar katonák megvédik Magyarország határait, megfelelően felkészültek és megfelelő technikai eszközök vannak a birtokukban. Ma itt, nézve ezt a kiállítást, és az elmúlt évek tapasztalatát is talán idehozva, azt lehet mondani, hogy a magyar polgárok nyugodtan alhatnak, mert a magyar gazdák révén kenyér, hús, tej, zöldség, gyümölcs jó minőségben mindig lesz a magyar emberek asztalán. Köszönet érte a magyar gazdáknak. Van egy sport, amit én nagyon szeretek nézni, és viszont játszani nem. És a régi csapattársaim itt lennének, nyilván bekiabálná valaki, hogy ez nyilván a foci lesz, de
nem erről van szó. Jégkorongról szeretnék egy gondolatot megosztani önökkel. Van egy játékos, aki az én gyerekkoromnak az egyik ikonikus alakja volt, The Great One, ugye a nagyszerűtlen így lehetne fordítani, Wayne Gretzky, aki azon kívül, hogy nagyszerűen játszott, volt egy nagyon frappáns válasz arra a kérdésre, hogy mi az ő titka, mitől tud ő ilyen jól játszani. És azt mondta, hogy hát nem oda korcsolyázok, ahol a korong van, hanem oda, ahova majd érkezik. Hát 2017-ben, amikor először szerveztük meg ezt a rendezvényt, akkor azt gondoltuk, az a célvezélet bennünket, hogy egy előremutató, egy a fejlődés bemutató rendezvényt hozzunk tető alá, és mutassuk be a gazdálkodóknak, ami az ő versenyképességüket is szolgálja. Ami hozzájárul ahhoz, hogy a magyar agrárgazdaságban meglevő, nagyobb részt aktív, de azért egy részben mégiscsak szunnyadó hatalmas potenciált ki tudja aknázni. Egy olyan rendezvényt, ami a jövőbe mutat. És ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy egy olyan technológiai digitális forradalomnak vagyunk a szemtanúi, sőt inkább résztvevői, aminek az egyik lecsapódási pontja az agrárium. És egy olyan országként, amelyik alapvetően agrárpotenciára épül, egy tradicionális agrárország az nem engedheti meg magának, hogy korcsolyázzon a korong után. Nekünk oda kell menni, hova a korong érkezni fog. Tisztelt Köztársaság elnök úr, először is szeretném megköszönni, hogy itt van, hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a meghívást, és itt van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségének a rendezvényen, ami az ország legnagyobb szántóföldi rendezvénye. És bízunk benne, hogy elégedetten konstatálja majd azt, ami egyébként a mai programnak, illetve a mai és holnapi programnak a fő üzenete, hogy hogy ültessük a gyakorlatba a fenntarthatóságot. Ez egy olyan szó már, mint a fenntarthatóság, amit nagyon sokat hallunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon sok kihívást is rejteget, hogy ezt az egész gondolatsort hogy építjük majd be a mindennapjainkba. És itt azt hiszem, hogy a gazdaságnak, illetve a társadalomnak egyaránt van szerepe abban, hogy ez a mindennapi életbe integrálva legyen. Én azt hiszem, hogy a fenntarthatóság eszmerendszere az nem szűkíthető egy adott ágazatra, sokkal inkább az ágazatok közötti együttműködésnek az eredménye hozza el a sikert. A mezőgazdaság, ami egy olyan ágazat, ami a környezetben és a környezettel dolgozik, pedig különösen érdekelt abban, hogy a fenntarthatóság az egy valódi, létező dolog legyen. Hisz abban vagyunk érdekeltek, hogy az élő környezet az jó állapotban maradjon fenn hosszú ideig. És egy olyan ágazat vagyunk, ami vezető szerepet vállalhat a fenntarthatóságban. Tisztelt látogatók, a kiállítás keretein belül nagyon sok hasznos praktikával, nagyon sok is új technológiával tudnak majd megismerkedni, amiknek a gazdaságba való beépítése egyrészt a termelékenység, a másik oldalról pedig a környezetünk megóvása szempontjából is hasznos lehet. És ezekkel a megoldásokkal csökkenhetnek az input költségek, növelhető az eszközöknek az élettartama, és hát így tudjuk megóvni hosszú távon talajainkat, az élővilágot, vizeinket, vagy akár a levegőt. A fenntarthatóságban betöltött szerepünket szeretnénk bemutatni egy tanösvénnyel, egy fenntarthatósági tanösvénnyel, amit nagy tisztelettel ajánlok mindannyiuknak a figyelmébe. Itt a különböző tényezők közötti kapcsolatot kívánjuk bemutatni önöknek. Fásítások szerepét az agrár környezetben, és hát ne feledkezzünk meg arról, hogy gépekkel is találkozhatunk. Nagyon fontos szerep jut majd a modern gépcsodáknak, amiket itt most bemutatunk önöknek álló és mozgó formában egyaránt. A digitalizáció vonatkozásában nagyon sokat kell még, hogy előre haladjunk. A mesterséges intelligencia és az új technológiák egy kiugrási lehetőség. Ezek javítják a hatékonyságot, erősítik a versenyképességet, és a termelési kockázatokat is képesek csökkenteni. Lesz itt egy öntözési bemutató, bemutatjuk az asszály monitoring rendszert, különböző vízmegőrző agrotechnikákkal is találkozhatunk. Ez a teljesség igénye nélküli felsorolás, hisz egy 40 hektárnyi tömény információ áll itt az önök rendelkezésére. Fajta bemutató, mikroparcellás, termesztés technológiai újdonságok, mind-mind olyan dolog, ami azt gondolom okkal tart igényt az önök érdeklődésére. Azért dolgozunk, hogy megkönnyítsük a gazdáknak a munkáját. Sajnos azonban nem mindenki gondolkodik így. Én azt gondolom, Brüsszelről ez nem mondható el, hisz nem véletlenül fulladt kudarcba, nem is olyan régen a közös agrárpolitika reformjáról szóló tárgyalás. Hisz az Európai Parlament képviselői semmibe vették a tagállamok álláspontját, illetve az agrárszervezetek álláspontját.
Az, hogy a kompromisszumos javaslatokat alapvetően tolták el a mezőgazdasági termelők és egyébként a fogyasztók kárára, ez egy olyan dolog, ami vállalhatatlan. Teljesítetlen követelményeket akarnak ránksózni, ezzel a versenyhátrányt azt kézzelfoghatóvá teszik számunkra, mindezt egyébként úgy teszik, hogy korlátlan előnyt biztosítanak az Európai Unión kívülről érkező, európai szemmel nyugodtan mondhatom, hogy ellenőrizetlen élelmiszereknek a számára. Ez egyébként nekünk, agráriusoknak nyilvánvalóan húsba vágó, de a fogyasztókat is kell, hogy szembesítsük azzal, hogy ez guruló forintokba fog kerülni nekik is. Ez egy egyértelmű áremelkedést fog majd okozni a fogyasztás oldaláról. Ezért aztán a Kamara, illetve a MAGOSZ fel fogja szólítani az Európai Parlamentet, hogy működjön együtt a tagállamok képviselőivel, és próbálja elfogadni, hogy a gazdatársadalomra szükség van hosszú távon. És ezen a kialakult helyzeten csak összefogással tudunk változtatni, ezért a mai nappal kezdődően egy online petíciót fogunk indítani. Tisztelt jelenlevők, nagyon örülünk neki, hogy újra megnyithattuk a kapukat, szemtől szemben találkozhatunk, és ez egyben egy lehetőség is önöknek, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz, támogassák majd aláírásukkal ezt a kezdeményezést, és gyakoroljunk együtt nyomást az Európai Unióra, hogy hallja meg a gazdák szavát. Nagyon jó már találkozni, nagyon jó együtt lenni, nagyon jó átélni annak az érzését, hogy újra együtt vagyunk, és meg tudjuk kérdezni a másiktól, hogy és te hogy vagy? Mert ezek a dolgok hozzánk tartoznak, és végtelen fontosak. Főleg úgy, hogy egy rendkívül nehéz esztendő után vagyunk, olyan kihívásoknak kellett megfelelni, amit soha nem éltünk át, olyan megoldásokat kellett találnunk, amikre nem voltak jó példáink, mert soha nem volt hasonló helyzet. Szeretném megköszönni mindnyájuknak azt a helytállást, amit ebben a nehéz időszakban tanúsítottak. Olyan cselekedet, olyan tett jellemezte a magyar gazdálkodókat, amelyre méltán lehetnek büszkék. Mert amíg ágazatok álltak le, vonulhattak home office-ba, addig a magyar gazdának minden nap föl kellett kelni, hol vetni kellett, de minden nap a jószágot biztos, hogy meg kellett etetni. Mert minden ember, aki home office-ba is volt, minden nap friss és minőségi élelmiszert akart fogyasztani. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehessük, a gazdák munkájára minden egyes nap szükség volt. Köszönet és hála ezért önöknek, hogy ezt megtették, sokszor az életük kockáztatásával is erőket megfeszítve, így sikerült elérni azt, hogy mindenki számára egyértelmű és világos lett a magyar mezőgazdaság stratégiai ágazat. Ennek köszönhetjük a magyar kormánynak azt a történelmi léptékű döntését, amely azt eredményezte, hogy az Európai Uniós finanszírozás mellé a nemzeti társfinanszírozás mértékét 17,5%-ról 80%-ra, azaz a maximális mértékre emelte. Ez önöknek köszönhető. Annak a helytállásnak, amit ebben a nehéz időszakban tettek. Így 4265 milliárd forintnyi beruházási támogatás áll vidékfejlesztési forrásokban rendelkezésre. Óriási összeg. Háromszor több, mint a megelőző hét esztendőben volt. De hogy értse mindenki a jelentőségét ennek, egy év alatt fogunk annyi forrást biztosítani a gazdálkodók számára, mint a megelőző hét évben összesen. Ez az, ami igazából jelentős. Fogalmazhatok úgy is, a terveik, vágyaik, fejlesztéseik megvalósítási ideje jön el. És éljenek ezzel a lehetőséggel. És jó látni azt az erőt, amit képviselnek, jó látni, hogy itt vannak együtt és akarnak tenni. És számomra pedig végtelen fontos bizalom volt az, mikor azt láttuk, hogy a Covid-járvány kellős közepén meghirdetett pályázatainkban októberben önök olyan hitet tanúsítottak arról, hogy van jövőképük, hogy van akaratuk, tett erejük arra, hogy menjenek előre, hihetetlen mennyiségű pályázatokat nyújtottak be. Ez az az erő, hit, amire szükségünk van ahhoz, hogy a 21. században is helyt tudjunk állni. És jó látni, hogy itt vagyunk együtt, és erőt tudunk fölmutatni, mert szükséges, hiszen Európában arról szólnak a viták, hogy milyen terheket kell viseljen a mezőgazdaság, milyen eszközökkel korlátozzák az élelmiszert előállító termelő tevékenységet. Mi viszont Európában és Brüsszelben is
a magyar gazdák érdekeit képviseljük. Most is fontos számunkra az európai együttműködés, de be kell vallanunk, nem tagadjuk, sohasem fogjuk, hogy magyar szív dobog bennünk. A tét most is a magyar és az egész európai mezőgazdaság jövője. Alapvető elhatározásunk, hogy a termelőknek kiszámítható módon kell megkapniuk az őket megillető agrártámogatásokat 2023 és 2027 között is. Egyensúlyt kell teremteni a versenyképesség és a klímavédelmi célok között is, mert teremtett világunkért is felelősséggel tartozunk. Sok eredményt értünk el az elmúlt 3 év tárgyalásai alatt. Nem sodródtunk az eseményekkel, hanem alakítottuk azokat, még akkora méretű országként is, mint mi vagyunk. Hiszek abban, hogy az agrárium biztos és megnyugtató jövője az egységes fellépésben rejlik. A meghirdetett petíció is a magyar vidék erejének a kifejezése. Egy olyan erőt kell felmutatnunk, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kérem, hogy minél többen álljanak ki a magyar agrárium jövőjéért, és írják alá ezt a petíciót, segítsék az Európai Parlament gazdaellenes akciójával szemben a nemzeti kormányt és a velünk szövetséges tagállamokat. Ügyeim és uraim, idén ez az első olyan rendezvény, ahol együtt lehetünk. Ez a kiállítás és szakvására az, ahol együtt lehetünk, együtt gondolkodhatunk felelősen a jövőért. Agrárminisztérium azt tudja önöknek biztosítani, hogy minden egyes tervüket megvalósíthatják. Tudunk forrást biztosítani ehhez. Csak idén 950 milliárd forintot fogunk az önök rendelkezésre bocsátani, tehát pályázzanak minden méretben. Azt tűztük ki célul magunk elét, és úgy írjuk ki a pályázatokat, hogy a legkisebb termelőtől, a családi vállalkozáson keresztül, a legnagyobb termelőkig mindenki meg tudja valósítani a beruházási szándékait. Hiszen minden egyes gazda munkájára, minden egyes termelő munkájára szükségünk van. Szükség ahhoz, hogy mindnyájunk asztalán friss és minőségi élelmiszer legyen. Szükségünk van arra, hogy meg tudjuk óvni a környezetünket. Szükségünk van arra, hogy a teremtett világunkért minél többet tudjunk tenni, hiszen így tudunk olyan élhető környezetet biztosítani saját magunk számára is, amelyre méltán lehetünk büszkék. Szeretném megragadni az alkalmat és bejelenteni, hogy idén július 19-e és 22-e között hazánk ad otthont a 13. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciának. A 2 évente megrendezésre kerülő nagyszabású esemény a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület szervezésében valósulhat meg. Célja, hogy bemutassa a digitális agrármegoldások kapcsán elért hazai eredményeket, és egyúttal lehetőséget biztosítson a precíziós mezőgazdaság nemzetközi aktualitásainak és a legjobb nemzetközi gyakorlatainak megismerésére. Mert mi gazdák is megyünk a 21. századba. És ki kell tudni elégítenünk azokat az elvárásokat, amit joggal fogalmaz meg a 21. századi társadalomban lévő ember. Mert nekünk ezekre válaszokat kell találnunk. Önmagunkban nem tudjuk a válaszokat megtalálni, közös összefogás kell ahhoz, a különböző tudományterületekkel, különböző szakterületekkel ahhoz, hogy megtaláljuk a válaszokat. Erre ad nagyon jó lehetőséget az új alakult Agrártudományi Egyetem, amely keresi a legmodernebb válaszokat itt Magyarországon is, és természetesen szerte Európában. Azt kívánom mindenkinek, hogy legyen elég kedve, ereje ahhoz, hogy tovább tudja folytatni a gazdálkodását, és adja a Jóisten, hogy eredményes esztendőnek nézhessünk elébe, és engedjék meg, hogy újból és újból csak megköszönjem mindazt, amit az elmúlt esztendőben nagyon hősies helytállással tettek. Éljenek a magyar gazdák, nagyon büszke vagyok önökre. Mit szólhat az ember ennyi okos és bölcs gondolat után? Mi az, amit mégis úgy érzi, hogy el kell mondania? Először is az első szó a köszöneti. Köszönet a szervezőknek. Köszönet a házigazdáknak, hogy ilyen csodálatos a gazdák szívéhez oly közel álló környezetben kerül ez a rendezvény megszervezése. Hisz mondjuk ki őszintén, hogy ez az rendezvény, ez egy iránytű. Iránytű, amelyik a 21. században mutatja az irányt, hogy hova kell tartanunk. Hosszú felsorolás volt, hogy milyen kihívások várnak ránk. Klímaváltozás, világtendenciák, Európai Uniós előírások, betarthatatlan feltételek. És mindez úgy gyakran, hogy megszületik egy döntés és alkalmazkodj. Erre a mi válaszunk az,
hogy igen, a magyar gazdától nem kell félteni a földet. A magyar gazda abban akar megélni, és vigyáz rá. Azonban, ha megszületik egy jogszabály, egy döntés, egy, azt kérjük, hogy az kiérlelten, végiggondoltan, megfelelő egyeztetéseket követően, időt hagyva azoknak, akiknek az életét az átalakítja, hogy felkészüljön, hogy képes legyen alkalmazkodni. Természetesen az a célunk, hogy az 5 millió hektár föld, mint erőforrás, az teljes mértékben ki legyen használva. De ahhoz, hogy ezt maximálisan kihasználjuk, ahhoz természetesen komoly fejlesztéseket kell megvalósítani. Miniszter úr jelezte, igen, van forrás, a magyar kormány hihetetlen összeget bocsájt most ebben a nehéz helyzetben a gazdák rendelkezésére, hisz 80%-ra emelte a nemzeti kiegészítő támogatások nagyságát. Ez egy óriási lehetőség a jövőt illetően. De el kell mondjam, van egy nagyon fontos kérdés, itt az itt elhangzott szakmai és technológiai változások kapcsán. Bármilyen új és kiemelt, különleges technológiát alkalmazunk, a legkorszerűbb digitális rendszereket, hisz ez kell, tudjuk, megvan a tudás, tapasztalat, képesség, és a magyar gazdák erre képesek. Ha nincs víz, akkor hiába adunk bármilyen adagolt módon tápanyagot, célzottan. Hiába végzünk bármilyen növényvédelmi munkát. Ha a növény nem tudja a tápanyagot felvenni, gond van, tehát a vízgazdálkodásra kiemelt energiákkal kell, hogy készüljünk, kiemelt energiákat kell, hogy befektessünk. A másik gondolat még talán, amit mindenképp el akartam mondani, az az, hogy amikor mi a jövő technológiáit alkalmazni akarjuk, ahhoz kellenek a jó tanácsadók. Kell, hogy az információ eljusson a gazdához. Kell, hogy érdemi konzultációk legyenek. S hölgyeim és uraim, van egy jó hírem. Igen, ez adott, hisz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keretein belül egy olyan hálózatot sikerült, olyan tanácsadó hálózatot, gazdasegítő hálózatot kialakítani. Természetesen a MAGOSZ-szal együttműködve, az Oktatási Kutatási Intézetekkel együttműködve, amelyik bármilyen körülmények között is képes lesz a megoldásban segíteni a gazdát. És nem rejtem véka alá, igen, tagjai voltunk azoknak, azok közé tartozunk, akik a petíció elő meghatározásában, kigondolásában segítettük a folyamatot. Miért? Azért, mert elfogadjuk azt, hogy van Green Deal, van Farm to Fork program, és sorolhatnám még. De egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy csak egy fokozatos átállással és megfelelő hatástanulmányokkal. Egy mértékadó és jellemző, hogy az Amerikai Egyesült Államok Minisztériumának szakértői készítették el a hatástanulmányt a brüsszeli elképzelésekről, és ha ezt betű szerint betartanák, 70 milliárd GDP csökkenést okozna az unió szintjén. Hát azt gondolom, hogy ezeket végig kell mérlegelni kell, végig kell gondolni, és csak egy közös, együttes döntéssel lehet a végső megállapodást kialakítani. Ebben természetesen az érdekképviseletünk, a MAGOSZ, és természetesen a Kamara is partner, és azon vagyunk, hogy a nemzeti kormányunkat támogassuk, és azon vagyunk, hogy valamennyi európai kormányt támogassunk, erre nyilván kérjük majd az Európai Uniós érdekképviseleteket is. Azt gondolom, hogy közös a cél, közös a feladat, és a nemzet az ország érdekében nekünk ez nem lehetőségünk, hanem kötelességünk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!